Az ördög és a halász. Manapság már nem nagyon mutatkozik az ördög a Balatonon. Nem tudni miért. Féle a vonattól, vagy nincs kedvére az autók és motorok zaja. Igazán csak az ördög tudja, senki más. Annyi azonban bizonyos, hogy a mesebeli időkben az ördög sűrűn látogatta a tavat, és sok bajt okozott. Elterelte a halakat, összeszaggatta a víz alatti hálókat, amiért a halászok ki nem állhatták. Egyszer aztán történt valami, és attól kezdve volt nincs, színe hamba sem volt többé az ördögnek a Balaton környékén. Ez a nagy esemény a következőképpen történt. Sok-sok száz évvel ezelőtt élt egy Gulián nevű halász Balaton-Szentgyörgyön. Guliánnak a hagyomány szerint örmény volt valamelyik őse, és ettől örökölte a ravasságát. Persze másféle ősei is lehettek Guliánnak, mert különben kitől örökölte volna a kapzsiságát, önzését, morc, káromkodós, összeférhetetlen természetét, ami miatt nem vették be egyik halász bokorba sem. Ennél fogva Gulián egyedül, vagy pedig a feleségével járta a vizet, és ezt nem is bánta. Olyan önző ember volt, hogy sohasem lett volna képes a közösen ejtett zsákmányon tisztességesen osztozkodni. Volt egy ladikja, egy merítőhálója, és minden egyebe, ami a szép és nehéz mesterséghez szükséges. De Gulián nem csak ravasz és kapzsi volt, hanem égtelenül lusta is. Csak olyankor kereste elő szerszámait, amikor már nagyon szorította az éjség. Akkoriban még más arca volt a Balatonnak, mint ma. Délről a somogyi ősrengetegek, berkek határolták a vizet, északról a Bakony hegyei övezték, déli csücske pedig Keszthely és Szentgyörgy között beleveszett a mocsarak végtelenségébe. E mocsárvilág tenyérnyi maradványa máig fennmaradt. A kis Balaton ez, ahol végét nem látni a nádasnak, ahol méter magasra nő a sás, ahol olyan ritka vízi madarak tanyáznak, hogy a természet imádói és tudósai az egész világról csodájára járnak. Ez a tenyérnyi darabka is több mint 6000 holdon terül el. Képzelhető, mekkora lehetett ez az ős mocsár akkor, amikor még nem építettek gátakat, és nem csapolták le a vizet. Az volt csak a vadvilág. Vízi dzsungelnek kellene nevezni, ha a mi szelíd éghajlatunkhoz illenék ez a név. Út nem vezetett benne, tájékozódni csak a csillagok állása után lehetett, mint a tengereken. Aki nem ismerte a járást, s félrelépett a biztonságos ösvényről, annak nem volt több hazatérése. A süppedékeny zsombék úgy elnyelte az embert, vagy akár az ökrös szekeret, hogy hírmondója sem maradt. Az egész láthatárt borító nádrengeteg közepetáján folyt az alafolyó, s körülötte apró tavacskák, erek, patakok öntötték vizüket a Balaton nagy medencéjébe. Ebben a rengeteg vízben csak egyetlen egy patak folyt ellenkező irányban, mint a többi. Amiért is visszapataknak hívták a halászemberek, s a vadászok mindaddig, míg a nagy lecsapoláskor a többi vizekkel együtt el nem tűnt. Tudni kell azonban, hogy a visszapatak is attól a naptól fogva fordította meg futását, amelyen az ördögnek és Guliánnak ama jelentős találkozása megesett. Addig a napig persze nem is visszapatak volt, hanem sásvíz volt a neve, ha valaki egyáltalán nevén nevezte, és számon próbálta tartani e kanyargó, futású patakok csillagsokaságát. Ezen a napon Guliánék Szentgyörgyi kunyhójában kifogyott az utolsó szemszárított halacska is. Mit volt mit tenni? Nagy zsémbel veszítkozódva Gulián ladikjába tette merítőhálóját, és meghagyván feleségének, hogy sóval, bográccsal és egyéb főzőalkalmatosságokkal felszerelve hamarosan menjen utána a sásvíz deszka hídjához, nagy kelletlenül oda csákjázta a ladikot. Megérkezvén megmerítette hálóját, majd pipára gyújtott. Amikor idejét látta, kiemelte a sötét finnyű vízből a hálót, remélvén, hogy tele lesz csillogó, fickándozó, jó ízű halak tömegével. Ehelyett azonban csak egy korhadó gyökérdarab búslakodott a háló aljában, mely ráadásul még alaposan összegubancolódott, és úgy el volt szaggatva, hogy Gulián csúnyán szitkozódni kezdett, sűrűn emlegetve közben az ördögöt. Ezt azonban nem jól tette. A káromkodás csúnya dolog, és inkább kára van, mint haszna, ami mindjárt kiviláglott, amikor a deszkahídról lesétált, és Gulián elé állt az ördög. Kedvtelve hallgatta Gulián szitkozódását, aztán ekként szólította meg igaz barátsággal. Hallod-e te, macskas szájú, bokorból ugrott szégyene a világnak? Mi van abban a csöbörben? Mi volna? Nézett fel Gulián, akit a hirtelen oda cseppent vendég sem hozott ki a sodrából. Hát víz van benne. Nem szentelt víz? Érdeklődött az ördög. Nem, mordult rá a halász. Az ördög közelebb ment egy lépéssel, aztán belaszimatolt a levegőbe. Nem tömjén füstölsz te itt, ebbfiadzott a lókötő. Dug bele az orrod a pipámba, majd megérzed a kapadohány szagát, folytatta a kedves társalgást a halász.
Az ördög azonban alig, ha nem elégedett volt a beszélgetés mikéntjével, mert oda kuporodott a halász mellé, miután elépte, leterítette a nyírkos füvet, de nevér szárnyú köpenyével. Tetszik nekem az ábrázatot, kutyafajzat. Hát, ha tetszik, akkor nézzed, mordult rá a halász. Úgy sincs nekem abból semmi hasznom. Még hasznod is lehet belőle, ha nekem illendő módon fogadást teszel. Mire tegyek én neked fogadást? Kérdezte a halász. Hogy lelkedet gazdámra hagyakozod. Ki az ördög a te gazdát, hogy éppen az én lelkemre áhítozik? Az ördög elnevette magát. Na, ezt telibe találtad, mondta, mert az én gazdám épp a pokol főördöge, maga Belzebub király. És ha te most az ő nevére fogadást teszel, akkor három kívánságot teljesül, akármit jut is eszedbe kívánni. Ezt halván a haszonleső Gulián mélyen elgondolkozott. Meghányta vetette az ördög ajánlatát, és arra jutott, hogy bolond volna, ha el nem fogadná. Elég ravasznak érezte magát, hogy nem csak ennek az ördögnek, hanem még Belzebubnak az eszén is túljárjon. Azt kérdezte csak. Ameddig élek, tehetek, vehetek, jöhetek, mehetek kedvemre? Jöhetsz, mehetsz, tehetsz, vehetsz, nyugtatta meg az ördög. Csak egy dolgot nem szabad cselekedned. Mit nem? Kérdezte a halász. Imádkozni, mondta az ördög. Hát, azt még valahogy elviselem. Nyugodott bele a halász, és mint hogy ez ideig sem sokat fárasztotta magát imádkozással, elkezdte törni a fejét azon, hogy mi legyen az a három kívánság, amivel ő jól jár, az ördög pedig rosszul. Eszébe jutott egy híres mese, melyben ugyancsak hármat kívánhatott valaki, és az a tökkel ütött, nem röstelt egy szál kolbászt kívánni magának. Gulián mindig sóvárogva vágyott arra, hogy bárha ő juthatna egyszer ebbe a helyzetbe, bezzeg ő tudna három olyan kívánságot mondani, hogy egész életében gondtalanság és kényelem lenne az osztály része. Gulián azonban nem csak gazdagságot akart magának kívánni. Tudta, hogy ha az ördögre hagyatkozza lelkét, akkor az ördög akkor jöhet érte, amikor kedve tartja. Ennek akarta elejét venni Gulián, és hamarosan felderült az arca. Első kívánságom az, kezdte, hogy sose szakadjon el a hálom. Teljesítem, mondta az ördög, örvendezvén, milyen olcsón megkaparintotta Gulián lelkét. Második kívánságom az, folytatta Gulián, hogy valahányszor megmerítem, mindig színültig megteljen a hálom. Ezt is teljesítem, mondta az ördög. Harmadik kívánságom pedig az, mondta végezetül Gulián, hogy többé se élve, se halva, semmiféle ördögöt ne lássak. Az ördög rábámult Guliánra. Nem mondhatjuk, hogy dühében elsápadt, mert az ördög képe olyan piros, hogy azon semmiféle sápadás nem látszik. Azt sem mondhatni, hogy haragjában elvörösödött, mert olyan vörös az ábrázat, hogy vörösebb már nem tud lenni. Azt azonban bátran elmondhatjuk, hogy az ördög majd megpukkadt mérgében, látván, hogy ez a minden hájjal megkent halász kezd kicsúszni a markából. Ezt is teljesítem, hördült rá Guliánra. Azt azonban megmondom neked, hogy ha a saját kapzsiságod miatt lelet halálodat, akkor amúgy is a pokolra kerülsz, ott pedig majd gondoskodunk a szórakoztatásodról. Ezt mondta, és iszonyú kénfüstöt bocsátva maga körül eltűnt a halász szem elől. Gulián persze nem nagyon bánkódott utána. Boldogan vigyorgott, hogy ilyen okosan túljárt az ördög eszén. Aztán nekiállt hálóját megcsomózni, tudván, hogy az soha többé nem fog összeszakadozni. És mire elkészült, megjött a felesége is, akit Gulián örömtől sugárzó arccal fogadott. Na, asszony, gyűrköz neki! Úgy érzem, ma nagy fogást csinálunk. És ezzel megmerítette hálóját a sásvíz feketén csillogó vízében. Alig egy percig tartott a vízben, aztán megpróbálta kiemelni. A víz színéig még csak győzte valahogy, de afölé már csak egyesült erővel bírták emelni. Még így is majdnem beleszakadt a derekuk. A háló színig tele volt apró, ujjomnyi hallal. Annyi volt benne, hogy egy öröklét is kevés lett volna megolvasásukra. Partra húzták és kiborították a zsákmányt, és káprázó szemmel nézték a csillogó testecskék karmadát. Na asszony, mondta Alász, mióta az eszemet bírom, még ennyi halat nem láttam. Elég lesz bőjt végéig. Elég bizony, mondta az asszony. Még nyára is marad bővibe, ha mi jól megsúzzuk, megszárítjuk. Rakd tele a zsákot, parancsolta Gulián. Addig én még egyszer megmerítek. Az asszony nekiállt. Zsákba töltötte a halakat. A zsák meg is telt, egészen kötésig, de épp mire bekötözte volna a száját, Gulián kiemelte a patakból a hálót. Most már nem színéig, hanem púposan volt benne a hal. De nem ám olyan aprócska, ujjomnyi jószágok, hanem szépen fejlett tenyérnyi keszegek. Dönts ki a zsákot, parancsolta a kapzsi halász.
Minek hurcoljuk azokat az apróságokat, amikor tízszer annyit ér ez a sok szép keszeg? Az asszony engedelmeskedett. Szegény kis halak vergődtek a füvön, nagyokat tátogtak a gyilkos levegőn, míg csak el nem pusztultak. Néhány perc múlva már megszűnt mozogni az ezüstpatak. Gulián meg a felesége most megtömték keszeggel a zsákot. Az asszony már indult volna hazafele, de Gulián nem hagyta békén a kapzsiság. Várj, mondta a feleségének. Még egyszer belemerítek. Ki tudja, mit tartogat még ez a víz? Holnap is lesz nap, válaszolta az asszony, aki ugyan nem volt kevésbé fukar az uránál, de megszánta a hiába elpusztult halacskákat. Holnap már kifoghatják mások, mondta irigyen Gulián, és megmerítette hálóját. Nem akart hinni a szemének. Ebben a merítésben már egy szem keszeg sem akadt. Tele volt a háló szebbnél szebb pontyokkal, csukákkal, tüskésuszonyú süllővel és fogassal. Dönts ki azokat a csupaszáka keszegeket, rendelkezett Gulián, és az asszony engedelmeskedett. Megizzadtak, mire kiborították a zsákot, és újra megtömték, lekötözték. Máskor az asszony szokta vinni a zsákot, most azonban meg sem bírta mozdítani. Gulián tehát maga vállalta, hogy hazaviszi a zsákmányt, de meghagyta az asszonynak, hogy őrizze a hálót és lesse a vizet. Nem rajzik-e újra meg ekkora haltömeg? Ezzel vállára lódított a terhét, és útnak indult. Térde már az első lépésnél megrodgyant. Nem ismert átkelni a keskeny deszkahídon, hanem tovább ment a sás víz folyása mellett, és gázlót keresett. Jóval alább, aztán belemerészkedett a vízbe. Tudta, hogy azon a helyen örvényes a patak, de már más ízben is átkelt ezen a gázlón. Csak hogy nem számolt a súlyos terhével. Alig, hogy beért az örvények közé, úgy elkapta és úgy lerántotta az egyik forgatag, hogy fejjel dúlni sem maradt ideje. Guliáné pedig várt és várt. És ahogy őrködött a háló mellett, egyszer csak látja, hogy újra rajzanak a halak. Ilyen rajzást azonban még mesélni sem hallott. Több volt a sásvízben a hal, mint a víz. Gulianné nagy sietve feltűrte szoknyáját, belelépett a patakba, és elkezdte paskolni a vizet, hogy visszaijessze azt a tömérdek halat. Paskolta a vizet egész nap, egész éjjel, riasztotta vissza a halakat, hogy más hálójába ne menjenek, hanem várjanak az urára. Addig paskolta, míg csak a sásvíz el nem kezdett visszafele folyni. De Gulián nem jött sem aznap, sem másnap, sem harmadnap. Guliannét se látta többé senki. Csak a paskolását vélték hallani a halász emberek, különösen este felé, mikor elcsendesednek a vízimadarak, elül a szél, és elhallgat a nádas susogása. A mocsárvilág mély álmát aludta ilyenkor, de úgy hallották, a visszapatak locskol, és csobog éjszaka hosszat, mert az önzés és haszonlesés fáradhatatlan, nem ismer pihenést, és nem tud örülni az éjszakák csendes békességének.